Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a testvéreket a mai Isten tiszteletünkön. A korábbi meghirdetések alapján egy különleges nap érkezett el egyházközségünk életében, hiszen a vasárnapi Isten tisztelet tartalma mellé kapcsolódik a választói közgyűlés, amelyen Bodnár Máté és Nagy József tiszteletes urak választására kerülhet sor. Emiatt a mai istentiszteleti rendünk a református hagyományoknak ugyan megfelel, de a megszokott rendünktől eltér, de világosan követhető, így hallgassák Isten igéjét, és így figyeljenek az Úrra. Ahogyan mondtam, az istentisztelethez közvetlenül kapcsolódik majd a választói közgyűlés, amelyen minden kedves testvérünket szeretettel marasztalunk, akár van választói joga, akár nincs, legyen tanúja, részese ennek a felemelő, ünnepi és felelősségteljes alkalomnak. Így legyen áldás a mai napi összejövetelünkön. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki őhozzá menekül. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 118. Zsoltárunk első versét. A 118. Zsoltárunk így kezdődik: adjatok hálákat az Úrnak, mert nagy az ő kegyessége. Helyünket elfoglalva folytassuk Istenünk magasztalását, dicséretét énekszóval. A 275. dicséretünknek minden versét énekeljük. Most kivételesen ez alatt a főének alatt van lehetőség arra, hogy a gyermekek átvonuljanak közösen tartott gyermekisten tiszteletükre a kazettás gyülekezeti terembe. 275. dicséretet énekeljük: az Úristen az én reménységem.
Ami segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, mindenható Istenünk, drága Urunk, hogy azt énekelhettük hitvallásképpen, hogy te a reménységünk vagy, ráadásul az egyedüli reményünk, ezért nem kell csüggedésben élnünk, és nem kell reménytelenségben folytatnunk életünk útját. Köszönjük, hogy te világosság vagy, és ezért nekünk nem kell sötétségben járnunk már. Könyörögve kérünk, hogy tedd alkalmassá ezt a neked szentelt órát arra, hogy ma sem embereket lássunk a középpontban, hanem a te szent igédre tudjunk figyelmünket fordítani úgy, hogy annak üzenetét tőled kapjuk és fogadjuk el. Megértéssel és elhatározással, hogy meg is cselekedjük. Szólj kérünk hozzánk a Szentlélek által, és tégy bennünket ma is olyan igehallgatókká és igehirdetőkké, akik hiszik, érzik és tudják, hogy az örök élet beszéde te nálad van. Jézus Krisztusért kérünk, hogy így légy közöttünk, és legyen a te áldásod a mi Isten tiszteletünkön. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, Istenünk szent igéje, amelyet az ő szent lelkének segítségül hívásával hirdetni kívánok ma közöttetek, írva található a Zsoltárok könyve 126. fejezetében, a mai napra kijelölt ünnepi Zsoltárnak az első felében, az első, a második és a harmadik versekben. Eképpen. Zarándok ének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Amen. Hadd kezdjem egy kérdéssel, kedves testvéreim. Ha kérni kellene valamit, amire szükséged van, akkor kihez fordulnál? Ha nehéz helyzetben lenne az életed, akkor kit szólítanál meg, és kitől kérnél segítséget? A válasz úgy gondolom, hogy egyértelmű, természetesen attól, akiben megbízom. És attól, akiről elhiszem, hogy tud is, meg akar is segíteni rajtam. Legbiztosabban mindezt arról tudom elmondani, aki a múltban már bizonyított ebben. Már számíthattam rá, már segített, már adott, már volt, amikor mellettem állt. Lehet szó akár egy barátról, aki sok nehéz helyzetből kisegített már közös életutunk során. Lehet szó a szüleinkről, akik, hogyha még életben vannak, még most is lehet rájuk számítani, mert gondoskodó szeretetükhöz nem férhet kétség. Lehet egy ismerős, aki akár szimpátiából, akár együttérzésből könyörült már rajtunk, vagy egy lelki testvér, akivel közösen alkotjuk Isten gyülekezetét, és közel kerültünk az Úrban egymáshoz, kölcsönösen hordozva egymás terheit. Bárki legyen is ez, egy biztos. A segítség kérés az a legtöbb esetben emlékezéssel kezdődik. A múltunkban kutakodva keressük a megfelelő személyt, akivel a jövőben is számolhatunk, és akire a jövőben is számíthatunk. A 126. Zsoltár szerzője ezért hívja Isten népét a könyörgés megkezdése előtt,
elsősorban emlékezésre. És meglepő hirtelenséggel úgy kezdi el ezt a Zsoltár éneket, mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr. Igen, a múltba megy vissza. Egy vészterhes történelmi időszakban felcsendül ez a Zsoltár, amikor a babiloni fogságból hazaérkező, megszabadult nép megérkezik, hazatér, és szembesül a sivár valósággal, az elkeserítő helyzettel, a templom lerombolva, a város elpusztítva, a szomszédos népek pedig ellenségesen gúnyolódnak, és a pusztulásokat akarják és várják. És kezdhetné ezzel is a Zsoltáros, hogy leírja ezt a képet, hogy panaszkodik, hogy jaj, veszékel, és ezek helyett, belevágva az elején ebbe a merészkezdésbe, visszakalauzolja Isten népét a múltnak egy olyan eseményéhez, amire közösen emlékezhetnek, és ahol felfedezhetik Isten hatalmát, szabadítását, és azt a tényt, hogy rá minden helyzetben lehet számítani. Ez az emlékezés tehát nem üres nosztalgia, hanem hitvallás. Méghozzá, hogyha figyeltük, háromszoros hitvallást jelent, mert három vers alatt háromszor teszi egyértelművé, hogy Isten volt az, aki cselekedett a szabadításban. Hatalmas dolgot vitt véghez velünk az Úr. Ma délelőtt azon gondolkodhatunk el elsősorban, hogy mi hogyan értelmezzük, kedves testvérek, a saját múltunkat. Hogy amikor visszagondolunk, és a sok negatív gondolat és életesemény közepette, eszünkbe jutnak sorsfordító pillanatok, amikor valóban jobbá vált a sorsunk, akkor úgy teszünk, mint nagyon sokan ezen a világon, és a körülményeink szerencsés alakulásának tudjuk be, amikor ez így történhetett. Vagy esetleg megszemélyesítjük a sorsot, és azt mondjuk, hogy éppen az ő keze az, amely most megáldott, máskor meg megvert. Vagy megmaradunk a földi dolgok szemléleténél. Érdekeket, logikus összefüggéseket keresve magyarázgatjuk a múltunk alakulását. Vagy esetleg úgy, mint a Zsoltáros, mi is hitvallással tudjuk ezt mondani, hatalmas dolgot tett velünk az Úr. 1676. február 11-én többek között ez a Zsoltár ének is felcsendült egy nagyon különleges helyen. Egy gályán. Azon a gályán, ahol fogvatartott és megkínzott protestáns prédikátorok raboskodtak, és akik ezen a napon átélték az Isten szabadítását, amikor Michael de Ruyter, holland admirális kiszabadította őket ebből a fogságból, és felvette őket a hajójára, hogy visszaszállítsa őket a partra, a biztonságot jelentő hazájukba. Feljegyzések szerint ők, akik 42-en indultak el, és csak 26-an maradtak, amikor szembesültek a szabadítás örömével, és felkapaszkodtak a hajóra, akkor nem a holland testvérek adakozó készségét dicsőítették, akik összeadták a váltságdíjat értük, nem az admirálisnak a bátorságát, meg a segítségét köszönték meg elsősorban, bár azt is megtették, hanem ez a Zsoltár is énekükké vált. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr. Mert a történésekben és azok mögött felfedezték az Isten kegyelmes és gondoskodó kezét. A Zsoltáros emlékezésre hívja tehát Isten népét. Emlékezzenek arra, ami történt, gondoljanak vissza arra, aki miatt történt minden, akinek mindezt megköszönhetik, és idézzék fel azt az érzést, hogy mi volt bennük, amikor Isten csodálatosan cselekedett. Olyanok voltunk, mint az álmodók, mondja. Vagyis álomszerű szabadulás történt velünk. Álomszerű volt, mert aki nyomorúságban él, annak legféltettebben dédelgetett álma az abból való szabadulás. És ez az álom most valóra vált.
Álomszerű volt ez a szabadulás, mert amikor Isten beavatkozik az életünkbe, az mindig ámulatra méltó és csodálatos. Ahogyan tele van a Biblia ilyen csodálatos szabadításokkal. Mikor Isten a nép előtt ment, ketté választotta a vörös tengert, vizet fakasztott a kősziklából, ledöntötte Jerikó várfalait, az oroszlánok verméből és az égő tüzes kemencéből is kiszabadította az övéit. És amikor Jézus földre jött, hogy a legnagyobb szabadulásunkat hozza, a földi tettei, a gyógyításai is mind-mind az emberek ámulatát és csodálatát váltották ki. Álomszerű, amikor az emberrel szabadulás történik, mert azt sem tudja hirtelen, hogy ébren van, vagy csak álmodik. Ahogyan Péter, akit angyal vezetett ki a börtönből, végig azt gondolta, hogy valami szép álom, aminek sajnos egyszer vége lesz, és ő ugyanott ébredt fel a börtön cellájában. Aztán felocsúdott ebből a helyzetéből, és lásd csodát, kint volt az utcán, teljesen szabadon. Ilyen álomszerű lehetett a 70 éves babiloni fogságból hazatérni, elindulni egyáltalán a szabadság útján. Ilyen álom megvalósulást élhetett át Isten népe az ő kegyelméből. És amikor felébredtek az álomból, ugyanazt találták a valóságban is, ami álmukban megfogalmazódott. Valóban hazatérhetünk. Most már jó helyen leszünk. És akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt a nyelvünkön. Ilyen az igazi öröm, kedves testvérek, amikor megtelik vele a szánk, a nyelvünk, a beszédünk és az egész életünk. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj, és kiszorít onnan minden mást, ami nem odavaló. Kiszorítja a haragot, a rossz indulatot, a bántó és ártó beszédet, a pletykát, amit meggondolatlanul tovább adhatnánk, és a panasz áradatot, és helyet készít magának az Isten dicsőítése és imádata, a nevetés és az öröm újongás. Volt ilyen a mi életünkben, kedves testvérek, hogy átéltük Isten szabadításának örömét, és egyszerűen nem tudtunk másról beszélni. Csak hálát adni és dicsőíteni Istent, csak örülni és nevetni. És meddig tartott ez, hogyha előfordult az életünkben? Néhány óráig, vagy néhány napig, esetleg pár hétig, aztán pedig visszaköltözött a harag, a rossz indulat, a bántó és ártó beszéd, a pletyka és a panasz áradat, ugyanabba a szívbe, ahol az Isten helyet készített magának, ugyanabba a szájba, ugyanúgy a beszédünkbe és a teljes életünkbe. Hát van az Istennek is egy panasza, amit a Jelenések könyvében az efézusi gyülekezetnek mond el. Az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Az a panaszom ellened, hogy átélted a szabadulásnak az örömét, és elfelejtetted az egészet. A régmúlt homályába vész az első szeretet, a lelkesedés, az önfelett öröm, az Istennel való személyes találkozásnak az öröme. De most, éppen ebben a helyzetben eljött az ideje az emlékezésnek. Emlékezzetek, mondja a zsoltáros, emlékezzetek arra, hogy a mi szabadításunk olyan egyértelmű volt, hogy még a vak is látta. Azok az emberek, azok a pogány népek, akikre még nem ragyogott rá az Isten ismerete, ők is felismerték, hogy itt most az Úr cselekedett. Ők mondták bizonságtételként, akik nem hisznek a mi Istenünkben. Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr, mert szemmel láthatóvá vált az ő szabadítása a mi életünkön. És az a csodálatos, kedves testvérek, az Isten szabadítására való emlékezésben, hogy miközben ezt tesszük, megeleveredik a múlt, és a jelennek a részévé válik. A zsoltáros a múlt idézés közben szinte észrevétlenül megérkezik a jelenbe. Azt mondja visszatekintve,
hatalmas dolgot tett velünk az Úr. És már a jelenre vonatkozóan folytatja, ezért örvendezünk. Nem csak örvendeztünk, nem csak majd örvendezni fogunk, hanem attól függetlenül, hogy mi a jelenlegi állapota a dolgok állásának, hogy hogyan megy most a sorsunk, a sorunk, örvendezünk, mert szabadító Istenünk van, és mi bízunk benne. Hadd kérdezzem meg tőled, kedves testvérem, neked van-e már mire emlékezned? Történt-e már szabadulás az életedben, amire jó visszagondolni, és amiből erőt tudsz meríteni újra és újra? Van ugyanis mindannyiunknak, akik most itt vagyunk, egy közös történetünk, amire együtt is visszagondolhatunk. Mindannyian fogságba születtünk bele, na nem Babilonba, hanem a bűneinknek a fogságába. Jézus Krisztus pedig csodálatos, érthetetlen, ámulatba ejtő módon mindannyiunkat megszabadított onnan, amikor meghalt helyettünk a Golgotai keresztván és a mi bűneinkért. Hogyha ezt hisszük, és hittel elfogadtuk már, ha igazán értjük, hogy ez mit jelent, akkor nem tudunk másként beszélni róla, mint úgy, ahogyan a zsoltáros öröm újongással, megtelik a szánk nevetéssel, kiszorul az életünkből minden más, és ez betölt bennünket. És hogyha ez már megtörtént a te életedben, akkor hadd legyen ez a mai istentisztelet, épp úgy, mint minden másik istentisztelet, egy emlékeztető, amely visszahozza ezt az élményt, ezt az örömöt a feledés homályából, amelyen emlékeztetjük egymást, és emlékezünk, hogy a szabadítás örömében megújulva, oda belehelyezve az életünket ennek az összefüggéseibe, így tudjunk megállni Isten előtt. És ennek tudatában tudjuk elmondani a kéréseinket, könyörgésünket, ahogyan ez a zsoltár is folytatódik hamarosan, de már azzal az alaphanggal, hogy hitvallásképpen mondjuk, reméljük, hisszük, hatalmas dolgot tett velünk az Úr, és ezt nem csak elmondjuk, hanem ezért örvendezünk. Ámen. Kedves testvérek, a visszaemlékezés után a zsoltáros
hiszen a jelen állapot az, ami őt a múlt átgondolására késztette. Talán nem túlzás azt a fogalmat használni, hogy kényszerítette. Hogy visszagondoljon arra nagy csodára, amit Isten szabadító munkája által a fogságból való megszabadulásban átélhetett az ő népe. Föl lehetne tenni a kérdést, hogy lehet az, hogy az a nép, amelyik szabadságot nyert az őt kiválasztó Isten szabadító csoda tette nyomán, most mégis nehézségek között van. Hogyan lehetséges az, hogy egy szabadságra elhívott, kiválasztott nép szájából, egy imádkozó ember szájából mégis így hangzik az Isten felé elmondott könyörgés, fordítsd jóra sorsunkat, Uram. Hát Isten már szabadságot adott. Akkor most mégis mi a baj? Hogy lehet az, hogy már megint könyörgéssel kell az Istenhez fordulni, mikor ő már cselekedett, fogságból szabadságra vezetett? Tudjátok, testvérek, amikor a babiloni fogságból hazatérhetett a választott nép, amikor lehetőséget kaptak arra, hogy elhagyják a kényszer lakhelyet, és hazatérjenek saját földjükre, a nekik ígért és nekik adott országba, akkor kétféle érzés, kétféle indulat határozta meg a választott nép tagjait. Az egyik az volt, amely, bár hazamehettek volna, mégis marasztalásra bírt sokakat. Voltak ugyanis, akik megszokták már azt a helyzetet, amiben éltek, és nem vágytak hazatérni. Berendezkedtek ott, az idegen országban, az idegen uralomban, meghúzták magukat, és megtanultak úgy élni, hogy alig lehessen őket észrevenni, és bár a választott nép tagjai voltak ők, észrevétlenül eléldegéltek ott az idegenben. Nem akarták már otthagyni azt, amit ott megszerezhettek és magukénak mondhattak. Voltak olyanok, akik a választott nép tagjai közé születtek, de már az idegen országban születtek, és nem éreztek indítatást, hogy visszatérjenek a nekik adott földre, saját hazájukba. Nagyon nehéz lehetett azzal szembesülni, hogy bár lehetne, mégsem mozdul a többség, és nincs bennük vágy. Nincs bennük vágy azután, amit Isten nekik adott, nincs bennük vágy, vagy nagyobb a félelem, több a kérdés és a bizonytalanság, mint sem, hogy elindulnának hazafelé. A másik dolog pedig, ami ott volt az ő szívükben, ezzel a másikkal azok találkoznak, akik hazatérnek ugyan, de a hazájukban őket váró állapotokat látva, az életkörülményeket sokkal nehezebbnek látják, mint ami a fogságban volt. Fogságban ők voltak idegen földön. Hazatérve pedig azt látják, hogy az ő földjük van idegen kezeken. Az ő országuk hever romokban. Amit egykor felépítettek, az semmivé lett, mert a fogság ideje felemésztette azt, amit ők a fogság előtt készítettek. A hazatérőknek azzal kellett szembenézni, nagyobb a feladat, mint amire gondoltak. Nagyobb lesz az áldozathozatal szükségessége, mint amit ők elképzelni tudtak. Testvérek, ez a két meghatározó tényező gyakran van jelen a mi életünkben is. Sokszor olyan szorosan összefonódva, hogy a kettőt elválasztani sem tudnánk egymástól. Amikor már megszokottá vált az életünkben valami, nagyon nehéz azt mondani, beleegyezem, belekezdek a változtatásba. Hiszen a megszokott, az már ismerős.
Lehet, hogy nem tökéletes. Lehet, hogy egyenesen rossz, de mert már úgy hozzám nőtt, nem változtatok rajta. Megszoktam, és ez a megszokottság valahogyan egy kicsit egy hamis biztonság érzetet ad, és nagy bátorság kellene ahhoz, hogy belemerjek kezdeni a változtatásba. Az kellene elsőnek, hogy megérthessem, a változtatás jobbat hoz majd maga után. De ott van bennünk az is, hogy milyen nagy munka, milyen nagy ráfordítás, milyen többlet feladat, mennyi áldozathozatal lenne szükséges ahhoz, hogy tényleg jelentős legyen a változás. És ezt a kettőt együtt látva gyakran azt mondjuk, ebbe nem érdemes belevágni. Az életünknek szinte minden területére ki lehet terjeszteni ezt a gondolatot. És ha megmerjük ezt most tenni, akkor talán több ponton is magunkra ismerhetünk. Fölismerhetjük Isten igéjének a fényében, miért is tartunk ott, ahol. Mert lett volna lehetőségem rendezni a kapcsolatomat, a munkahelyi nehézségemet, vagy akár a hitéletem bizonyos dolgait, de megszoktam már, hogy így van, és maradt minden a régiben. Ki tudja, mivel járna együtt a változtatás? Így aztán marad minden, ahogyan volt. Annak ellenére is marad, hogy sokszor érezzük, nem jó úgy, ahogyan van. Testvérek, ma bátorítást szeretne adni nekünk Isten az ő igéjéből. Ugyanis azt látjuk, akik bátrak voltak és mertek útra kelni a fogságból, akik merték megkóstolni a szabadság örömének ízét, azok újra és újra szembe találták magukat azzal, hogy Isten még nem a célba vitte el őket. Lépésenként haladtak előre az úton, mindig a cél felé, de nem azonnal a célba. A fogság állapotából kiszabadította őket Isten, de nem lehetett munkanélküliként élni ebben a szabadságban. Rendezni kellett az otthoni, a fogság miatt korábban hátra hagyott állapotokat. A fogságban való lét azt is jelentette, hogy amit otthon hagytak, az tönkrement. Újjá kellett építeni mindent, ami elpusztult, mert nem volt karbantartva. Ki kell ásni a kutakat, ki kell írtani a gyomot, föl kell törni, be kell szántani a megkeményedett földeket, mert ha nem teszik, akkor hiába a szabad élet, nem lesz benne élet lehetőség. Az élet folytatás tehát azon múlt, hogy a szabadságot nyertek, a hazatértek, a választott népnek ez a kicsiny közössége folytatja-e azt a munkát, amit Isten rajtuk elkezdett, most pedig rájuk bízott. Az imádság, ennek a Zsoltárnak a visszaemlékező, majd pedig reménységgel előre tekintő sorai ebből a helyzetből fakadnak föl. Szabadulás után, de még nem a célban. Ebben az állapotban van az Isten választott népe. És ebben az állapotban két dolgot tesz a Zsoltáros, visszagondol Isten nagy szabadítást szerző csodájára, és ebből erőt és reménységet merítve előre tekint a jövendőre. Lehet, hogy könnyezve, sírva és nehézségekkel terhelve van benne a jelenben, de a szabadító Isten csodáira emlékezve, szívét hitvallással megtöltve reménységet nyer, hogy van elkészített út a jövendő felé. Mert Isten nem változik, mert Isten nem változhat. Ezt a bátorítást szabad ma meghallanunk nekünk is, ennek a nagyon régi Zsoltárnak a szavaiból. Hiszen mi is a választott nép tagjai vagyunk.
Mi is emlékezhetünk Isten szabadságra vezető útjaira, sokféle csodájára a személyes életünkből, és emlékezhetünk közösen arra nagy szabadításra, amely által Isten gyermekeivé lettünk Jézus Krisztusban. A bűneink babiloni fogságából való kiszabadításra. De átéljük azt együtt a választott nép, a megszabadított nép tagjaival, hogy munka, feladat és küzdelmes út van még előttünk. Hiszen ez vár azokra, akik a szabadítás ajándékát elfogadták. Mert mi még nem a mennyországban élünk. Szabad utunk van már oda, névre szóló, személyes életünknek kijelölt helye van ott az üdvözítő Jézus Krisztus által, és az a hely már a miénk elvehetetlenül. De ebben a világban élve Isten bátorítani akar ma bennünket, hogy vegyük komolyan tőle kapott szabadságunkat, és éljünk reménységben, akkor is, ha a jelen életünk nem mindig hordozhatja magában azt az örömöt, amit Isten megszabadító munkájában megtapasztalva átélhettünk, de átélhetünk újra és újra. Bátorítást kapunk, hogy lépésről lépésre tudjunk haladni azon az úton, amit Isten készített el nekünk, amin ő maga jár előttünk, és amin őt követve mindannyian eljuthatunk a célig. Nem biztos, hogy mindig látni fogjuk a célt. De az biztos, hogy ott élhet bennünk a reménység, és éltethet minket, és segíthet a következő lépés megtételére. Hogy a könnyhullatás, a sírás ideje el fog múlni. Ezeken át lesz teljessé az öröm. Ne féljünk hát, testvéreim, az elindulástól. Ne féljünk a ránk váró munkák terhétől. Ne rettenjünk vissza akkor sem, ha most éppen nagyobbnak tűnnének a bajaink, mint az az Isten, akinek csodás szabadítására emlékezhetünk. Szívleljük meg Isten bátorító üzenetét ezen a Zsoltáron keresztül, és legyen az ő szava útmutató számunkra, különösen is azok számára, akik most éppen egy nehezebb szakaszában vannak az életüknek. Egy leterhelt időszakot élnek át. Azok számára, akik a gyász keresztjét hordozzák, vagy akiknek a házassága, a családi élete került mélypontra, vagy ha a munkahelyeden, az iskolai életedben valamiféle kihívás előtt állsz, vagy a személyes életed jutott nagy fordulópontjához. Halld meg, testvérem, az Isten bátorító szavát. Nem marad mindig könnyek között. Nem lesz mindig teherhordozó állapotban az életed. Mert a szabadító Isten mindig szabadságra vezeti az ő népét. Megtette a múltban is, megteszi velünk, megteszi veled ma is. Engedd, hogy éltessen. Bátorítson meg téged újra az Isten szava. És ezzel a megbátorított szívvel tedd meg azt a következő lépést, amit a szabadság útján járva ma megtehetsz, hogy eljuss majd a célig, együtt mindazokkal, akik veled együtt járhatnak Jézus Krisztus követségében. Amen.
Hálás szívvel köszönjük neked, Urunk, hogy te szabadító Isten vagy, így mutattad meg magad a te választott néped életében, így mutattad meg magad Jézus Krisztusban, és így mutattad meg nekünk is magadat, kijelentett igédben, és személyes életünk, hitünk megtapasztalásaiban. Köszönjük, hogy te szabadító Isten vagy, mert nekünk szabadító hatalmadra van szükségünk újra és újra. Köszönjük, hogy a legnagyobb szabadítást elvégezted Úr Jézus Krisztus ott a Golgotai kereszt áldozatban. Köszönjük, hogy úgy élhetjük az életünket, hogy tudjuk, hazavár bennünket a mi atyánk, mert véred árán Krisztus mi már az ő tulajdonba vett népe vagyunk. Most mégis könyörgéssel fordulunk hozzád, és kérünk, fordítsd jóra a sorsunkat, Urunk. Mert a földi élet sokféle kihívása között, még megszabadított gyermekeidként is gyakran élünk át mélységeket. Kérünk, a gyászolók fájdalmát enyhítsd meg, és adj nekik reménységet az örök életbe vetett hit által. Emeld fel azokat, akik a kísértések között csapdába estek, és talán össze is tört az életük, kegyelmedbe fogadd újra őket. Könyörülj azokon, akik döntésükkel sokak életét tudják jobbá, vagy éppen nehezebbé tenni. És engedd meg, hogy az elsőt hadd válasszák. Kérünk, Urunk, az őszi szünet idejét tedd áldássá a tanárok, a diákok és családjaik számára. Hadd legyen könnyebb majd a munka folytatása a pihenés ideje után. És adj nekünk, Urunk, ma bölcsességet, hogy gyülekezetünk közösségében a te akaratodat felismerve tudjunk jó döntést hozni, amely a jövőt munkálja. Kérünk, áldj meg bennünket bátor szívvel, hogy ne vakmerő módon, hanem a te szabad igazságába vetett bizalommal élhessünk egész életünkben. És tedd teljessé az örömünket, Urunk, a veled való közösség által, most és majd az örökké valóságban is. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk együtt, úgy, ahogyan az Úr Jézus tanította. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, az enyém vagy. Ha vízen kelsz, hát én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz, meg a láng nem éget meg téged, mert én, az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Amen. Helyünket elfoglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. Kedves testvérek, ma is van lehetőségünk az adakozásra, amellyel Isten iránti hálánkat fejezhetjük ki a mai napon országos lekötött persely adományunkkal, a Keszthelyi Református templom felújítását támogatjuk. Az elmúlt héten utolsó földi útjára kísértük el Somogyi Sándorné született Dávid Mária 61 évet élt testvérünket. Isten adjon vigasztalást a gyászoló család minden tagjának. Az előttünk levő napokban hirdetjük a feltámadás evangéliumát Gál Zsolt 39 évet élt, akinek a temetése holnap 3 órakor a főbejárati ravatolozóból lesz. Dr. Nyitrai Zoltán 84 évet élt, de 10 órától sírhelytől lesz a temetése. Schmidt Béla 96 évet élt, temetése kedden lesz 12 órától a főbejárati ravatolozóból. Tóth György 56 évet élt, temetése kedden délután 2 órától a Korányi úti ravatolozóból lesz.
és Isten elhívta egyházközségünk sorából Bagaméri Sándornét, aki 83 évet élt, ő a borbányai közösségnek volt lelkes tagja, sok-sok tőle szerdán délután 2 órakor búcsúzunk a főbejárati ravatolozóból. Az Úr legyen a gyászolók megvigasztalója. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy ma délután 3 órakor Borbányán és a kórházban tartunk református istentiszteletet, illetve este 17:30 lesz itt a templomban istentisztelet. Reggeli áhítatokra hívogatunk hétköznap reggelente 7:30 és 3:45 között a kazettás gyülekezeti terembe. Kedden este 6 órakor gyülekezeti bibliórát tartunk ugyanitt, és szerdán tartjuk a reformáció ünnepét, reggel áhítatra hívunk minden vágyakozót, és délután 17:30 találkozunk az evangélikus nagytemplom előtt, ahonnan a gyülekezet kialakított rendje szerint fáklyás felvonulással, zsoltár és dicséret énekléssel jövünk át a református templomba ünnepi istentisztelet tartására, tehát szerdán 17:30 találkozunk az evangélikus templom előtt. Csütörtökön és pénteken munkaszüneti nap lesz, alkalmaink nem lesznek, illetve a lelkészi hivatal sem lesz nyitva. Szombaton, nyírtéten, ifjúsági napra hívnak bennünket, és oda tartunk a fiataljainkkal, a nekik megadott rend szerint. Jövő vasárnap este a 17:30 kezdődő istentiszteleten gyászolók estéjét tartunk azoknak, akik az elmúlt esztendőben veszítették el szeretteiket, de mindannyiunknak is, hogy Isten világos tanítását érthessük meg életre és halálra, örök életre és feltámadásra vonatkozóan. A reformátusok lapja a kijáratnál ma is megtalálható, érzékelhetjük egy próbakiadáson keresztül, hogy a jövendőben új formában jelenik meg ez a lap, éljünk ennek a lehetőségével. Hirdetem továbbá, hogy ma délután 3 órakor Vasmegyeren kerül sor Pocsai László volt segédlelkészünk beiktatási ünnepségére, oda is szeretettel várjuk az érdeklődőket. A következő vasárnapon az örökösföldi gyülekezet megalakulásának következő évi évfordulóját fogják megtartani az ottani közösségben. Isten áldása legyen a gyülekezet ottani részén is, gyarapítsa üdvözülőkkel. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Nyírségi Egyházmegye delegáltjait, akik a választói közgyűlés lebonyolítására kaptak felhatalmazást, Kós Lóránt, nagydobosi lelkipásztor, aki a Nyírségi Református Egyházmegye lelkészi tanácsosa, illetve Nyeste Ferenc gyülekezeti tagunk, aki a Nyírségi Egyházmegye gondnoka. Tisztelettel kérem őket, hogy vezessék le egyházunk törvényes rendje szerint a lelkész választást. A Nyírségi Református Egyházmegye lelkészi tanácsosaként nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a nyíregyházi gyülekezetet, a lelkészválasztó közgyűlés alkotó tagjait, lelkipásztor testvéreimet és Esperes urat. Isten igéjével szeretném köszönteni a gyülekezetet és a közösséget, Isten igéjét pedig Mózes második könyvének 4. részéből a 18. verstől kezdődően fogom felolvasni, így szól Istennek írott igéje. Ekkor Mózes visszament Jetróhoz, az apósához, és így szólt hozzá. Szeretnék visszamenni testvéreimhez, Egyiptomba, hadd lássam, élnek-e még. Jetró így felelt Mózesnek. Menj el békével. Az Úr ugyanis ezt mondta Mózesnek Midjánban, menj vissza Egyiptomba, mert meghaltak mindazok az emberek, akik halálra kerestek téged. Ekkor fogta Mózes a feleségét és fiait, Szamárra ültette őket, hogy visszatérjen Egyiptom földjére. Isten botját is kezébe vette Mózes. Mert ezt mondta az Úr Mózesnek, amikor visszamégy Egyiptomba, ügyelj arra, hogy megtedd a fáró előtt mindazokat a csodákat, amelyekre képessé tettelek. Én ugyan megkeményítem a szívét, és nem akarja majd elbocsátani a népet. De te mondd meg a fárónak, így szól az Úr, Izrael az én elsőszülött fiam.
Azért azt mondom neked, hogy bocsásd el az én fiamat, hadd szolgáljon áldozattal engem. Ha nem akarod őt elbocsátani, akkor megölöm a te elsőszülött fiadat. Áronnak pedig ezt mondta az Úr, menj Mózes elé a pusztába. Ő elment és találkozott vele az Isten hegyénél, és megcsókolta őt. Mózes elbeszélte Áronnak mindazokat az igéket, amelyekkel az Úr elküldte, és mindazokat a jeleket, amelyeket megparancsolt neki. Azután elment Mózes és Áron, és összegyűjtötte Izrael fiainak összes véneit. Áron elmondta mindazt, amit az Úr mondott Mózesnek, Mózes pedig bemutatta a jeleket a nép előtt. A nép pedig hitt. Amikor meghallották, hogy az Úr számon tartja Izrael fiait, és meglátta nyomorúságukat, meghajoltak, és leborultak. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a visszaérkezett lelkipásztor testvéreket, és örömmel jelentem be, hogy a választás érvényes és eredményes volt a mai választási közgyűlésen, lelkészválasztási közgyűlésen. A két résztválasztó alkalmon, az első alkalmon 129 választással bíró személy vett részt és volt jelen, a második alkalommal pedig 175-en voltak. Összesen 304 érvényes és igen szavazattal megválasztották Bodnár Máté és Nagy József lelkipásztor testvéreimet. Ezúton szeretettel gratulálunk nekik, és fennállva fogjuk elénekelni a 134. Zsoltár harmadik versét. Isten áldását kívánjuk a lelkipásztorok életére, és a szót szeretnének kapni, akkor most erre lehetőség van. Kedves gyülekezet, megköszönve a bizalmat és a befogadó szeretetet, azt a két fogalmat szeretném megismételni, ami az ige hirdetéseinkben újra és újra előjött, a szabadítás és az emlékezés. Emlékeztessük újra és újra egymást Isten szabadítására. Már most vannak közös emlékeink, amiért nagyon hálásak vagyunk Istennek, és azt kívánom, hogy minél inkább ismerjük meg az ő küldetésbe indító szándékát, és együtt tudjuk az ő szabadítását átadni még sokaknak, akik még nem a tagjai a gyülekezetünknek, de ránk vannak bízva a városon belül. Isten adja, hogy ebben legyen minél inkább közös a látásunk, és tudjuk együtt szolgálni az ő dicsőségét. Isten áldását kívánom a gyülekezet életére, és mindenkinek a személyes életére és a családjára. Köszönöm szépen. Én is szeretettel és háladással a szívemben mondok köszönetet a testvéreknek. Az eddig megtapasztalt szeretet forrás lehetőségéért, és azért a bizalomért, amit most ezen a választáson megmutattak irányunkba. Köszönöm a befogadtatást, és egy Zsoltár vers hadd legyen közös fohászunk az előttünk álló időre, az előttünk álló útra nézve. Útaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Isten áldása kíséri a testvérek útját, a gyülekezetünk közösségét. Köszönöm szépen. A lelkész választó közgyűlés második részét ezzel bezárom, és én is magam és gyülekezeteim nevében és a Nyírségi Református Egyházmegye nevében Isten áldását kívánom a megválasztott lelkipásztorok, a gyülekezet és az egész Nyíregyháza város reformátussága számára és életére.
Kedves testvérek, tisztelettel megköszönöm Kós Lóránd egyházmegyei lelkészi tanácsosnak és Nyeste Ferenc egyházmegyei gondnoknak a választói közgyűlésen végzett szolgálatát, munkáját, viszont az Úr áldását kívánjuk személyes és szolgálati életükre. Legyen Isten áldása gyülekezetünk jövőjén, és ő formáljon bennünket régi és új szolgálattevőink szolgálatán keresztül. Záró énekünket énekeljük, a 231. dicséret második, harmadik és negyedik verseit. 231. ének második versétől énekeljük.